Molnárné Balázs Éva zöldségessel arról beszélgettünk, mit visznek most legjobban a karcagiak. A hazai termékeket alma, körte, paradicsom, paprika keresik a vásárlók, de a mandarin, a narancs is fogy. Elsősorban a savanyú káposztát, hiszen C-vitaminban művelkedik, meg hát ilyenkor már a szezonja van, a disznóvágások minden, és meg hát így a hazai termékeket keresik legjobban. Alma, körte, még szerencsére hazaiak vannak, de már a citrom is, a teába, narancsot, mandarint már most elfogadható áron vannak. A koronavírusos szezonban kevesebbszer jönnek a vevők, de akkor többet vesznek, mint korábban. Nagyon sokan többet visznek, mert ebben a koronavírusos szezonban inkább nagyobb bevásárlásokat rendeznek, de azért, tehát általában inkább én a magyar termékeket javaslom, amíg vannak, addig azok elsősorban, de már így a mandarin, narancs, mert ez is jobban fogy. Az alma most olcsó, de a savanyú káposzta másfélszeresre a tavasziénak, a citrom, a karfiol is magasabb áron kapható, a mandarin olcsóbb, abból is jobban visznek, mint tavasszal, mondta a tulajdonos. Sajnos minden emelkedett. Ez így százalékos arányban így nem lehetne, mert változóan, de lényegesen sajnos. Az alma most szerencsére nagyon jó termelőm van, aki olcsóbban tudja adni, úgyhogy szerencsére abban tudok olcsóbb árat is. A káposztának az ára szerencsére az nem sok mindenben változott, sajnos a karfiol az igen, az nagyon megemelkedett, azt így kevesebben keresik. Molnár Ágnes gyermekeinek jött vitaminforrást vásárolni, mert fontosnak tartja, hogy télen is friss zöldségeket fogyasszon a családja. Szeretnék vásárolni paprikát, paradicsomot, narancsot, mandarint, savanyú káposztát. Szerintem ebben az időszakban minden korosztálynak nagyon szüksége van a C-vitamin meg a vitaminforrások bevitelére. Jön a ugye, betegséges időszak, és ezzel meg lehet előzni valamilyen szinten a vitaminnal a betegségeket. A savanyú káposzta, alma, narancs, kivi, mint C-vitamin forrás. Ezeket folyamatosan fogyasztják a gyerekei a gyógyszerek helyett. Én a sajátjaimból kiindulva alma, mandarin, kivi, végül is mindegyiket nagyon szeretik, de ezek teljesen jöhetnek nekik. Télen a citromos és a gyümölcstea is láger a családjában, de azt is elmondta, hogy drágulnak a tavalyi évhez képest a zöldségek, így jóval kevesebbet tud vásárolni ő is.